Jó estét, sziasztok! Ez a mai este, ez az egész estés dicsőítés és imádkozós este lesz. És jó, hogy itt vagytok ebben a nagyon nagy melegben. Kezdjük egy imádsággal. Édesatyám, köszönjük, hogy a dicsőítés közt megtalálhatunk téged, hogy te ott lakozol. És kérünk téged, hogy most, ahogy eléd jövünk együtt, valóban vigasztaljál meg minket. Valóban szóljál hozzánk, ha te szerelmes szavaidat újraírd a szívünkbe és az elménkbe. Töröd le a könnyeinket, és Uram, hozzá mosolyt az arcunkra. Jöjj közel hozzánk, és újra mondd el, hogy mennyire szeretsz minket. Ma is, Uram, azért jöttünk, mert szeretünk téged, és szükségünk van rád. És arra kérünk, hogy áld meg, Uram, ezt a mai estét. Legyen egy csodánk, Uram, veled. Újra élvezzük azt, hogy élünk, és hogy hozzád tartozunk. Jézus nevében. Amen. Mozdít meg, király és szabadító,
veszett van kifele, mert énekeljük Jézus Krisztus. Krisztus éljünk, drága kereszt és üres sír, az örök élet könyvébe meg ünnepeljük Jézus Krisztus éljünk.
Téged kell, hogy dicsérjen, és te kell, hogy bennünk élj, hogy bennünk lakozz. És Uram, hívunk ma téged, hogy légy itt közöttünk, hogy találkozhassunk veled, hogy meg tudj érinteni minket, hogy tudj szólni hozzánk. És Uram, ma szeretnénk lerakni a problémáinkat, az életünket, a kérdéseinket, az anyagi gondjainkat, a családunkat, mindenünket, és szeretnénk rád figyelni, szeretnénk meghallani a kedves szavadat. És ehhez tudom, hogy el kell csendesülnünk, és Uram, kérlek, szólj ma hozzánk, szólj a te Szent Szellemed által, és érints meg minket Jézus nevében, kérlek. Amen. Jó estét, sziasztok! Egy pár bejelenteni valót szeretnék megosztani veletek. Az első az, hogy a cuccaitokra vigyázzatok, mert itt a sötétben jó, hogyha ugyanúgy megvan, mint ahogy az elején megvolt.
A második, hogy augusztus 1-e, igazából már július utolsó napja és augusztus 3-a között Vajtán megrendezésre kerül a Crosshunt Fesztivál, és jegyeket lehet majd vásárolni az előtérben az alkalom után. És azon a hétvégén, augusztus 3-án nem lesz itt vasárnap este, és bátorítunk titeket is, hogy gyertek oda el, és egy óriási dicsőítő estében lehet részletek. A harmadik bejelenteni való, hogy szolgálókat keresünk elég sok területre, úgyhogy ha bármilyen szinten úgy érzed, hogy szeretnél adni is valamit a vasárnap estében, akkor lehetőséged van jelentkezni, és igen, testhez álló feladatokat is kaphatsz. A negyedik, hogy ugye azért kezdjük 6 órától a vasárnap estét, mert 8 órától a vasárnap este after, kávézós, közösségépítős alkalom lesz minden vasárnap este, és szeretnénk különböző játékokat és a későbbiekben majd vetélkedőket is rendezni. Ha van olyan játékotok, ami jó játék, de már nem annyira használod, és szeretnéd ezt adományba odaadni, tehát ne kölcsön adjad, mert véletlenül elhagyjuk, és utána meg nem tudjuk visszaadni, az nagyon gáz. Tehát, hogyha szeretnéd a alig használt, de jó minőségű játékaidat a vasárnap estének adományozni, akkor van egy jó hírem, megteheted. A másik jó hír, hogy te is játszhatsz még vele. Úgyhogy játékokat keresünk. És a mai vasárnap estének a vasárnap esti utáni részében lesz a szörp mellett mogyoró is. Szép lassan elkezdjük felépíteni. Kicsi lépésekben megyünk előre. Tehát most gondolod, egyből a csúcson lennénk, akkor rá egy hétre nem tudunk fejlődni, azt mondod, ennyi az egész, így minden héten egy kicsit több van. Még egy ok, hogy jól érezd magad. És akkor ennyi volt a bejelenteni való. Az első ima blokk előtt egy picike kis megosztást szeretnék megosztani veletek. Reméljük, hogy ez a drága ifjú ember is jól érzi majd magát. A Bandi már említette is azt, hogy ahhoz, hogy a világnak a zaját egy kicsit távol tudjuk tartani magunktól, meg kell állni, le kell csendesedni. El kell felejteni azt, hogy éppen ma mi történt velünk, meg azt is, hogy éppen kire haragudtunk. És csak megnyitni a szívünket, és elfogadni azt, amit Isten a mai nap nekünk akar mondani. És az a jó hírem, hogy benne nem lehet csalódni. Ő soha nem fog elküldeni senkit. Soha nem fog senkire kiabálni. Soha nem fog senkire haragudni. Biztonságban, békességben jöhetünk hozzá. Ez soha nem változik. És ez ma is elérhető a mi számunkra. És az első ima alkalom, az első ilyen szünet, ahol imádkozni fogunk, az még nem csoportos imádkozás lesz, de a későbbiekben az este folyamán erre is sort kerítünk, hanem csak azt szeretném, hogyha egyénileg mindannyian lecsendesednénk egy kicsit, és lenne egy találkozásunk, egy személyes beszélgetésünk az Úrral. Mert ő szeretne újra megerősíteni minket, hogy átértékeljük azt, hogy mi kik vagyunk, hogy átértékeljük azt, hogy mennyit számít az életünk, hogy átértékeljük azt, hogy ő milyen, és hogy újra csak élvezzük azt, hogy szeret minket. Mert mindaddig, amíg ez nem a miénk, addig olyan sok értelme nincsen imádkozni egymással. Amíg nekünk nincs meg ez a személyes bizalmunk és biztonságunk, amit a leginkább megtépáz a gonosz, addig nekünk nem kell imádkozni a világ túloldalán lévő emberekért, mert magunkkal sem vagyunk rendben. És Istennél mindig az a legfontosabb, hogy mi hogy vagyunk. Úgyhogy szeretném, hogyha megragadnánk itt a legelején az alkalmat, és egyedül imádkoznánk, hogy lerakjuk a saját terheinket az Úr elé. Hogy azokat a szükségeket és fájdalmakat, amik minket nyomnak, ami miatt nincs nyugalmunk. És lehetséges, hogy nagyon-nagyon mély helyzetben vagyunk. Lehet, hogy már hónapok óta nehézségek vesznek körül. Lehet, hogy nem gyógyulnak be a sebeink. Ez egy olyan alkalom, amit azért hoztunk létre, hogy ha esetleg
ez túl nehéz lenne egyedül, a mai nap lesz, aki majd imádkozik érted. De mielőtt még ezt megtennénk, ami a mi feladatunk az az, hogy ha van egy nehéz hátizsákunk, akkor azt lerakjuk az Úr elé. Úgyhogy most egy rövid ideig arra kérlek titeket, hogy egyedül imádkozzatok, és csak egy tanácsot szeretnék hozzáadni ehhez az első imablokhoz. Az Úr nem tartozik nekünk semmivel. Nincsen semmi, amit mi adtunk volna neki, amiatt elvárhatnánk, hogy ő valamit visszaadjon. Az Úr független a mi tartozásunktól. Amikor ő ad valamit, azt ő szeretetből adja. Nem azért, mert tartozik. Követelni az Úrtól tartozásként bölcstelen dolog. De hálaadással elé menni. És föltárni azt, hogy köszönöm, hogy amit eddig adtál, azt is szeretetből adtad. És köszönöm, hogy amit adtál, az több mindennél, mert az örök élet az felbecsülhetetlenül drága. És a hálaadásban és az ünnepben az Úr elé menni, és úgy letenni a terheit az embernek, hogy közben megemlékezik arról, hogy mi minden már az övé, az sokat segít abban, hogy egyénileg is rendezze a dolgait. Mert amikor valaki tartozásképpen akar az Úr elé menni, annak a szíve az nagyon sérült. És ezt kivetíti az Úr felé is. És én egy dolgot el tudok mondani, akkor sem küld el az Úr. Akkor is meghallgat. Akkor is szeret. De sokkal egészségesebb a kapcsolat, hogyha tudjuk azt, hogy ő nem tartozik nekünk. De adni akar. Mégpedig szeretetből. Úgyhogy az első részt azt egyedül, és a végén le fogom zárni egy imádsággal. Jó? Hálát adunk, hogy te vagy az édesatyánk, és így szólíthatunk meg, hogy drága édesatyánk, aki szeretsz minket, aki már soha nem fogsz haragudni ránk, aki soha nem küldesz el, aki mindig örömmel fogadsz minket. Köszönjük, hogy téged érdekel az, hogy mi van a szívünkben, hogy kik vagyunk mi, hogy mi az, ami fáj nekünk, hogy mi az, amivel nem tudunk mit kezdeni, hogy mi az, Uram, amit szégyellünk. Köszönjük, Urunk, hogy te minden vigasztalás Istene vagy, és letöröd a könnyeinket. Hogy letehetjük a terheinket a te lábad elé.
hogy elismerhetjük, hogy szükségünk van rád. És lecsendesítjük a szívünket, és szeretnénk találkozni veled a dicsőítésben, az imádatban. Szeretnénk elfelejteni azt a sok vádat és álnokságot, amivel még ma is találkoztunk. Szeretnénk szabadok lenni, Uram, mindattól, amivel ma idejöttünk. És kérünk téged, hogy a te jelenléteddel mosd meg a lábainkat, és Uram, tisztítsad meg a mi lényünket. A te szerelmed újra hatjon a szívünk mélyére, és változtasson szokásainkat, és ismertessen meg velünk a világosságot. Uram, szükségünk van rád, a valódi érintésedre, arra, hogy ne csak egy távol idegen Isten legyen, hanem az, aki közel jön, átölel, és szeret minket. És kérünk, hogy áld meg az est további részét a Jézus Krisztus nevében. Amen. Yeah.
értem szenvedtél a bűn gyalázatát, értem vetted át szent arcát a gyermek. Elfordítva rá nem tekintheted, mert hordoztad bűnömet. Amíg a viráztatta régi kereszt, nyitva a kő bányzott sziklasi, él még, a kiáltás elvégeztetett, Jézus halálod bűnömre a gyógyít. Isten Péza bárányom,
Istenem, ma megállunk a kereszt előtt, és nem akarjuk elfelejteni azt, amit tettél értünk. Nem akarjuk, hogy ez egy megszokott dolog legyen. Az az áldozat, amit vállaltál, Jézus. Hiszen te is azt mondtad, hogy ha lehet, akkor inkább távozzon el tőled ez a pohár, mert tudtad, hogy mekkora nagy szenvedés vár el. Köszönöm, Jézus, ezt. Köszönöm, hogy vállaltad ezt az áldozatot értünk. Köszönöm, letesszük ide a kereszthez az életünket. Letesszük a bűneinket is. Köszönöm, hogy tudhatjuk, hogy semmilyen vádás nincs ellenünk. Kegyelmed, ez mindent elfedezett. Köszönöm, Jézus. Fájdalom díj, ezért az örök.
Most gondoljátok ki, hogy a mennyben még ennél is jobb lesz. És sokszor, sokszor fogunk énekelni az Úrnak. És nekem nincs jó hangom. Erről legendák keringenek, most nem fog sztorizni. Erről legalábbis. De egyet elmondok. Jó, egy lehet? Egy. Képzeljétek el, hogy amikor az ember megtér, akkor olyan emberekkel is találkozik, akiket addig nem ismert. És akkor köszöntsétek is egymást mellett, hogy nem is ismered a melletted ülőt. Amúgy meg sziasztok, az internet előtt ülőknek is, sziasztok. És jól nézed meg, hol ülsz, mert nem sokára vele fogsz imádkozni, úgyhogy ha most kell vécézned, az már kamu, tehát az most buktad. Jó, I'm sorry. If you need translation, just raise your hand, please. Somebody? Oh, okay. He will help you. Just go there. Szóval a sztorinál vagyok. A mennybe azért jó, mert nem csak úgy testünk lesz, meg dicsőséges, meg nem romlik el, meg jó illatú lesz, de tudunk énekelni is. Csak az én történet, nagyon szeretek énekelni, most már magamba, és befolytom, de amikor... Szóval nem mentem egy iskolába, ami a Crosstown helyszíne is lesz majd, tehát Vajtára, és mosogattam, amit az életben nem akartam csinálni soha. És ez úgy nézett ki, hogy mondtam is, hogy azért nem megyek le a bibliaiskolába, mert hogyha lemegyek, akkor mosogatni kell majd. Így éreztem, volt egy komoly félelmem. És akkor az első nap kitalálták, és nem is láttak még engem, tehát nem tudták, hogy mi a félelmem. Kitalálták, hogy kinek mi lesz a munkaterülete. Most a számítógéphez annyira értek, hogy beton kapcsolni, tehát valószínűleg az irodai munka az nem én vagyok. És ültem, és mindenki mondta, mindenki, ide-oda, nézek ki a fejembe, egyszer csak mondják, hogy Szilárd Szegledi, ez én vagyok, és mondják, hogy mosogató. Nem azt mondták, hogy dishroom. Mondom, hú, de jó, az mi? Nem tudtam semmit angolul. És mondták, hogy mosogató leszel. Ó, elment az öröm. És nagyon ciki volt, mert nem szeretek mosogatni mai napig sem. És kitaláltam, hogy a fülemre raktam egy dicsőítő, ilyen kazettát, akkor még az volt, iPhone még nem volt akkor, és dicsőítést is hallgattam, de annyit, hogy a szalagot elnyújtottam. Tehát utána nem lehetett élvezni, de fejből tudtam az összes szöveget. A lényeg az volt, hogy a mosogatás közben tiszta erőből énekeltem. De én nem egyedül mosogattam, tehát másnak is ez jutott osztályrészünk. És volt, aki egy szót nem beszélt magyarul. Gondolom, de én tiszta erőből, de úgy, hogy sikítással, mert élveztem, hogy jó az Úr. És később elmesélt ez a drága ember, aki Guam szigetéről való volt, és úgy nézett, mint egy szumos, hogy sokáig gondolkodott azon, hogy engem nagyon megverjem. Mert hogy ez már fájdalom volt, testi sértéssel ért fel, hogy sütettem az Urat, és akkor szólt neki az Úr, hogy ő szereti hallani az én hangomat. Úgyhogy elengedte a füle mellett, és nem bántott. Nem ezt akartam mondani, ezt csak eszembe jutott, hogy jó dicsérni az Urat. És mindegy, hogy milyen hangod van, mindegy, hogy ez másnak tetszik, vagy nem az Úrnak tetszik. És bátorítalak, hogy a mai este is, csak énekelj neki, vagy fölállhatsz, és táncolhatsz, vagy fölemeld a kezedet, vagy leülhetsz, amit akarsz, legyél szabad abban, hogy imádod őt. Mert ez egy nagyon nagy kiváltság, hogy összejöhetünk együtt azért, hogy őt imádjuk. A Földnek nagyon sok részén erre nincs lehetőség. Mi ezt természetesnek vesszük, de ez nem az. És jó megragadni az igazságot, hogy ez egy kiváltság, hogy egymással együtt, közösen dicsérhetjük a föltámadt Istent. És a következő imablokk az már arról fog szólni, hogy egymást megáldjuk, és jót kívánunk az életére, és szeretnénk, hogyha megsegíteni az Úr. És lehet, hogy vannak olyan területek, amiket egyedül már nem is viszünk az Úr elé. Már nem is hiszünk abban, hogy ebben lehet változás. Lehet, hogy ezek már betogosodtak. De lehet, hogy egy másik embernek, ha elmondod, akkor ő meg tud ezért imádkozni. Nagyon aláértékeljük a közösségnek az erejét, és a közösségi imát, meg magát az imát is. Azt gondoljuk, hogy körülbelül annyit ér, hogy nem is használjuk. De közben pedig a világ legnagyobb ereje az imádságban van. És ha valamire nincsen természetes módon változás és remény, akkor az épp elég ok arra, hogy fölismerjük, hogy csak
az Úr tud segíteni, és a segítségű hívás az pedig az imádságban van. És nem azt mondom, hogy minden titkot mondjál el annak, aki ott ül melletted, és most mutatkoztál be. Nem ezt mondom. De sok olyan terület van, ami annyira nem nagyon mély, és mégis fontos. Nem annyira intim, nem annyira titkolt, amit nem mersz elmondani csak a barátaidnak. És lehet, hogy most nem mellettük ülsz. De ha olyan ember mellett ülsz, aki ismer is téged, akkor nyugodtan emlékeztesed, hogy vannak helyzetek, területek, amik neked nehezek. És kérjetek meg egymást, hogy ezt vigye az Úr elé. És akkor ezt úgy csináljuk, hogy olyan kettesével, hármasával, és akkor vagy körbe, vagy oda-vissza mindenki imádkozzon. Jó? Köszönöm.
egész életed. Egész életed. Téged magasztal. Yeah.
megfeszített. És elérkeztünk az utolsó imádsághoz, amit ma közösen fogunk véghez vinni, és ennek két része lesz. Az első része az a vasárnap este. Szeretitek? Na jó, hogy itt vagytok, mert nélkülettek az üres székek lennének, tehát akkor nem kéne vasárnap este, bármikor jöhettek, akkor üres. Jó, hogy itt vagytok, tényleg. És szeretném, hogyha imádkoznánk együtt azért, hogy ugyanaz, ami itt van, az még több legyen. Hogy az Úr szelleme kiáradjon, és szabadon növekedjen, hogy az ő beszéde élő legyen, hogy a közösség az valóban fölépüljön, hogy sok barátotok legyen, hogy szeretetet adjatok és kapjatok, hogy új emberek megtérhessenek, hogy akik itt vannak, azok közebb kerüljenek az Úrhoz. És imádkozzatok azért is, hogy ti miben lehettek ennek a része. És kérlek, hogy imádkozzatok azokért, akik már része ennek és csinálják. Ugyanúgy a szervezőkért, mint azokért, akik előtte, vagy utána, vagy alatta bármilyen módon részese annak, hogy ez a szolgálat működjön. Ez az első rész, tehát a vasárnap estért imádkozzatok meg. Ezen kívül, ami eszetekbe jut, jó? Például azért is, hogy a bandi milyen dalokat énekel, meg amit akartok, jó? Tehát, hogy tényleg, ami nektek fontos ebben, hogy ami a szíveteken van, azt most vigyétek az Úr elé. A másik része, amiért szeretném, hogy imádkozzátok, az pedig a Croissant Fesztivál. Ugye ez augusztus első hétvégén lesz, és már imádkoztunk is ezért, de szeretném, hogyha ma is imádkoznánk ezért, mert meggyőződésem, hogy a vasárnap estéhez hasonló, de mégis egy kicsit más jellegű, nagyon fontos esemény lesz, ami rengeteg áldást hordoz majd. Én még nem vagyok ott, de már ott vagyok. Tehát itt vagyok, de már látom, hogy ennek mekkora hatása lesz az egész nemzedékünkre. De szeretném, hogyha tudnátok, hogy nem azért lesz ennek hatása, mert hogy milyen programok lesznek, vagy hogy ki lesz a fellépő, hanem azért, mert imádkozunk. És ha változás lesz, és ha létrejön egyáltalán, és hogyha ez jó lesz, akkor ez csak az imádság miatt lesz az. Úgyhogy kérlek, hogy itt is imádkozzatok az eseményért, azért, hogyha tudtok, eljöhessetek, azért, hogy a szervezők többen itt vannak közülünk, őértük személyesen is kérem, az egyik a Donát lesz, ő itt van, biztos ismeritek, a másik az Enikő, az ott van, hát őt nem ismeritek annyian, de aki nem ismeri, majd én megmondom, hogy ő az. Innen látjátok, hogy érte, imádkozzatok személyesen is, meg értem is, meg a többiek most, többiek nincsenek itt? Más szervező nincs, igaz? Nincs itt más? Nincs. Akkor többiekért név nélkül, de hogy ennyi, jó?
Na, imádkozzunk. Thank you.
Thank you.
elsőként úrrá. Halleluja, bőreim lemosta már, lemosta már. Halleluja, kegyelme elsőként úrrá. Thank you.
Édesatyánk, hálát adunk azért, hogy örökké élünk, és hogy te szeretsz minket. Hálát adunk, hogy a mai estében is csak dicsőíthettünk téged, azt az Istent, aki legyőzte a halált. Köszönjük, hogy te, Uram, ima meghallgató Isten vagy. Köszönjük ezt a nagyszerű közösséget, amit veled és egymással eltölthettünk. És arra kérünk, Urunk, hogy áld meg az est hátralévő részét, és áld meg a jövő hetünket is. Jézus Krisztus nevében, amen. Amen. Úgyhogy maradjatok, kávézó lassan nyílik, van egy pár játék, a többit azt majd ti hozzátok. Van jó szörp, meg magyaró, és a legjobb az lesz, hogyha beszélgettek és ismerkedjetek, ne sejtsetek sehova, azért kezdünk 6-kor, hogy a kávézóban maradjatok. Crosstown jegyeket viszont várhattok majd az infopultnál, élvezzétek azt, hogy itt vagyunk. Sziasztok!